Kardelli György különleges ember. A jelenlévők ugyan szinte valamennyien különlegesek, de rajta kívül vajon hányan tudják, hogy a tűpróba, a fektetési terv vagy a hálós kötés nem gasztronómiai vagy a kézimunkázás területéről érkezett szakkifejezés? Skardelli Györgyön kívül hányan tervezték önök közül a Puskás Arénát vagy a Budapest Arénát, esetleg az MVM Dómot? A választ láthatatlanban megsatszolva az elején szeretnénk tisztázni, noha Skardelli György nagyapja és édesapja is elismert építőmester, illetve építész volt, ennek ellenére ő azt mondta, nem akarta ezt a szakmát folytatni. Nagyon későn lettem én építész, majdnem azt mondom, hogy még az egyetemen is rezgett a léc. Tehát nem volt bennem egy ilyen eltökéltség, én nem az az építész voltam, aki már óvodában is házakat rajzolt állandóan. Egyértelmű, gyerekkori építészet kilőve, vagy mégsem. A következő gondolatok a Városmajori templom épületéről fogalmazódtak meg benne kisiskolásként. Figyeljenek csak! Nem voltam nagy templomba járó, de annak a belső terébe mégis bementünk. Tehát ugye az már az az időszak volt, amikor megismerték már a vasbetont, és akkor a tehetséges építészek egy olyan világot tudtak létrehozni, ami egy kisgyerek figyelmét is megragadta. És ha ez nem lenne elég annak alátámasztására, hogy Skardelli György már gyermekkorában építészinos volt, felidézünk egy eseményt, amely számára a mai napig szó szerint egy kisebb dráma. Mindez negyedikes gimnazista korában történt, az egyetemi felvételit követően. Egy fiatal ember a felvétel bizottságból megkérdezte, hogy van-e kedvenc épületem a környezetemben. És ez nagyon zavarba hozott ez a kérdés. És egy olyat válaszoltam, amit azóta is szégyellek. Tehát ugye én ott laktam a Csaba utca és a Krisztina körült sarkán, és hát én azt mondtam, hogy ott a posta épülete az, ami egy ilyen zavarodott pillanatomban, de közben, amiket én igazán szerettem, az a Városmarói templom együttes volt, vagy az általános iskolám, amit ugye Kós Károly és György Jénes tervezett. Eljött, én ezt a választ adtam. Hát komoly tüskeként maradt meg bennem az évek során. A vasbeton években gyönyörködő kisgyerek és a rossz kedvenc épület okozta belső vívódás szerintünk előrevetítette, hogy ekkor egyik legnagyobb építésze bújik meg a hajdani Városmajori csibészben. Az építészet előtt ugyanis a Városmajor volt a mindene. Tavasszal, nyáron, ősszel fociztunk bárhol, még amikor nem is volt kiépítve az a dühöngő, ami ott már megvan, az ember lerakott két követ, vagy fát, vagy a pulóverét, az volt a kapu, és állandóan fociztunk. Ott volt egy ilyen majori galéria, nagy fiúk voltak benne, ugye azok hát már farmerbe jártak, meg ez szóval mindegy, az ember nézte, hogy mit csinálnak, hát mi is cigarettáztunk, tehát ilyen kisgyerekként, így aztán kisgyerekként én be is kerültem egy ifjúságvédelmi dokumentumfilmbe, ami aztán a tévébe be is mutattak, és hála jó Istennek olyan késő esti órában, amikor én már elvileg aludtam, de hallottam, hogy a szüleim felismertek a televízióban. A Városmajori emlékek mindvégig elkísérték az építőművészt, ám hetedikes kora óta már nem dohányzik. Ekkor igazolták le ugyanis kosárlabdázni. Egyébként az általános iskolában és a gimnáziumban is kitűnő tanuló volt, egyedül a magatartási jegyet ért el kisebb-nagyobb mértékben a többi osztályzattól. Ez persze nem befolyásolta, hogy a műegyetem építész szakára maximális pontszámmal vegyék fel. Ám ez még nem volt sorsdöntő, csak a diploma utáni évek. Rendkívül jó közegbe kerültem a középülettervező vállalathoz, és azon belül is egy nagyon jó közegbe, Zalavári Lajos, Dobozi Miklós, Csontos Csaba közelébe, ami alapvetően meghatározta a későbbi pályámat. Bekerültem a mesteriskolára. A mesteriskolát tartottam igazán egy olyan közegnek, ami szerintem meghatározta végérvényesen azt, hogy én ezen a pályán maradok, és adott esetben akár még sikeres is lehetek, hogyha ezt tekinthetjük most egy sikeres pályának.
Hogy egy pálya sikeres-e, azt mindig az utókor dönti el, gyengítve vagy erősítve a díszpolgári elismerést is. De az biztos, hogy ez a fajta kételkedő szerénység a jelen legnagyobb értékei közé tartozik. Sokáig együtt voltunk egy műteremben, és ő se bírt olyan allőrökkel, amiről az ember azt merné gondolni, hogy az a holisztikus látásmód, amit magáénak val, a személyiségére visszahatott volna. Vagy hogy a karrierje egy ilyen exponenciálisan robban fölfele, az az ő szerénységét, segítőkészségét, vagy emberbaráti lényiségét destrálta volna. Ez egy építésznek nagyon nehéz feladat, mert az építészek józsefinisták. Azt gondolják, hogy mindent ők csinálnak. Sok olyan vezető tervező van, aki mondjuk már nem fog ceruzát most így köznyelvi módon kifejezni magunkat, tehát, de ő ugyanúgy rajzolt velünk, mint ahogy mi rajzoltunk, és nyilván ebből is láttuk, vagy tudtuk követni, hogy mi az a vonalvezetés, ami jó igazából. Gyurit úgy ismertem meg, mint egy állandó mosolygó, szinte egy ilyen örök optimista figurát a köztibe. Csocsópartikat rendeztünk a hátsó konyhában. Brillírozott a hátsó, mindig ugye a csocsóban van a támadósor, meg a védősor, és hát az ő védősorának nagyon nehéz volt szenni. És ha már a jó vonalaknál tartunk, akkor most essen szó ismét egy kicsit az építészetről. Az építészetet szeretik általában a laikusok elintézni ránézésre, taxiból, jó messziről. Az építészet nem az esztetikumról szól. A házak nagy része, amit nagyon szeretünk, az nem szép. Ahogy Rejtő Jenő mondta, nem lehet minden pofon mellé egy közlekedési rendőrt állítani. Én azt gondolom, hogy nem is lehet minden ház mellé odaállítani valakit, aki állna magyarázza azt az épületet, hogy miért lett ilyen, olyan vagy amolyan. El kell érni, hogy a legjobb legyen, és hogy az önmagáért beszéljen. Skardelli Györgynek úgy tűnik sikerült, teljesen mindegy, hogy Afrikában tervezett iskolát, Ázsiában diplomáciai épületet, vagy Budapesten sportcsarnokot, megtalálta az összhangot. Az ő életében egy kulcsszó az összhang. Erre jó példa a mai napig tartó sportszeretete, amelyben harmóniában van a lila vér és a zöldmezesek jobb játéka, vagy éppen a nemzeti 11-jé. Alapvetően azért szórakoztat engem, mert újra lehet menni válogatott mérkőzésekre. Másodszorban azért, hogy az iszonyatos energiával megcsinált munka, ami az új Puskás stadion, az nem üresen kong, hanem hát teltházas mérkőzéseket mutat, az egy nagyon-nagyon jó érzés. A kutya a Skardelli családban teljes jogú családtag. A jelenlegit, Azimot, barátjától, a többek között a Hobo Blues bandet alapító Póka Egontól kapta. Nekünk is három fiunk van, és a fiúk már kiskorukban könyörögtek azért, hogy hadd legyen kutyájuk, és mondtam, hogy akkor lehet nekünk kutyánk, hogyha ti ezt felelősséggel ellátni tudjátok. A kutya az családtag. Az építőművész három fia nem csak a kutyákról gondoskodott, hanem arról is, hogy édesapjuk a tervezőasztaltól felállva sem maradjon program, illetve sport nélkül. A gyerekek már igazából itt nőttek föl ebben a lakásban, és ide jártak a Kis János utcai iskolába, ahova nem lehetett bemenni a sportpályára, de mi átmásztunk egy 3,5 méteres kerítést azért, hogy be tudjunk jutni oda, mert vagy kosárlabdáztunk, vagy fociztunk. Tehát azért elég intenzíven éltük meg a gyerekekkel az egymással való életet. Amúgy meg nagyon szoros családi életet éltünk. Én nagyon szeretem őket, ők azt gondolom szintén kedvelnek engem. Mindig fontos volt, hogy figyeljünk arra, hogy amikor együtt vagyunk, az intenzív történjen. Végül egy záró gondolat. Amikor Skardelli Györgytől azt kérdeztük, mit gondol, miért pont ő lett a kiválasztottak által kiválasztott. Ő megköszönte a jelölést a rágondolóknak, és csak annyit mondott, hát most ez így adódott.